Nagyon király epizódokon vagyunk már túl, viszont még egy nagy boss még hátra van. Nitrous Brio felé haladunk, odáig van még elég sok hosszú pálya, színes drága kövek szerzése, úgyhogy ma is izgalmas epizódba vágunk bele. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit a Crash Bandicoot Ancient Trilogy végigjátszásának következő részében. Az első résznél tartunk, a trilógia közül, már legyőztünk jó néhány boss, itt az idő, hogy folytassuk a kalandot. Szóval itt vagyunk a High Road pályánál, előtte volt Pinstripe Potoro, csak ennyi néhány, konkrétan 4 a pálya volt itt előtte a harmadik szigeten, viszont a kék és a narancsárga drágakő is itt volt, úgyhogy vissza kellett mennünk. Innen folytatjuk a kalandot. Újabb hidas pálya, a High Road. A Road to Nowhere nevű pálya volt még ilyen, és itt már is egy trükkel kezdődik az egész. Itt hátrafelé, a kamera felé mutatja a bumpa, hogy erre nekünk el kell indulni, és ugrálgatni kell, ugyanis csak így tudunk eljutni ehhez a 4 darab dobozig. Összegyűjtjük az összes dobozt, úgyhogy tegyük is meg már is azonnal, ezzel kezdődik az egész, és itt vagyunk. Oké, na most már lehet haladni, és akkor megcsinálni ezt a pályát, ügyesen és óvatosan, de az a baj, hogy ez a vaddisznó, hajjajjaj, na várja, most itt megvárom, átugrom ezt, és megyek tovább. Jó, egy csúszás, vissza, itt egy élet, itt kell ezen még ügyesen, hát akkor kezdjük előre. Szóval akkor itt ezt elpörögjük, oké, és akkor türelmesen kivárjuk, ott lent van, és megyek, jó. Itt van a teknés. Teknésre itt ráugrok. Jó, aztán pedig me... Ho, várja vissza, na még egyszer. Most egy jó nagyot. Következő teknés megint ott a szélén, és akkor még egy nagyot, és akkor megint teknés. Hát ez ilyen. Újabb teknéses ugrású. De hát ez... Na jó, itt pedig ezen van rajta, itt rajta kell maradni. És most indulunk el. Erre ugrok. És itt a checkpoint. Jó, megvan a checkpoint, meg a Tauna token. Fogjuk a teknésünket, és akkor mehetünk előre. Jaj, így közel volt. Következő teknés, most itt de hát, vannak itt olyan érintkezések, de megint. Hol értem én hozzá? Lehet el kell pörögni inkább, aztán itt megyek ezen a kötélen, és akkor úgy trükközök. Na de itt már ez muszáj ezt a teknést, mert hogyha nem teszem meg ezt a teknést, akkor leesek. Vagy itt közelebb jött, most ugrok rá. Jó, ez így okés lesz. És akkor menjünk, várj vissza, most megint. És akkor ezt elpörgöm, nem érdekel. Hát megyek a kötélen, hogyha ezt akarja a játék. Itt összegyűjtjük a dobozokat. Jó. Itt a Tauna token és a checkpoint. Most végig szaladhatnék szerintem ott a kötélen is az is működne, de hát nem akarok úgy játszani. Na itt te meddig jössz el? Hát ugorjalak csak át, így. Oké, itt a következő disznó. Ugorjuk el. Hát ugorjuk, oké, és akkor itt mehet a csúszás, és itt van a következő checkpoint. Szuper, megvan, és akkor ugrálhatunk tovább. Na most milyen akadályok lesznek? Jó, az itt nem akadály. Na itt lesz már az akadály, amikor... Ó, az leesik? Ó, de akkor... Ja, oké, felőlem maradhatsz, jó van nekem, így is jó. És akkor itt a következő checkpoint, habár odafent van egy doboz, amit össze kell így törni, abban egy élet volt, és akkor a checkpoint, hát akkor menjünk megint. Így lesz édes ez a gyümölcs, hogyha ezek után sikerül mindenféle megpróbáltatások után, ha sikerül, akkor lesz jó ez. Jó, itt kell... Ne! De figyeld, a checkpoint itt van, de akkor hogy indítsam be ezt a TNT-set? Ezzel most mi legyen? De így akkor nem tudom összetörni az összes dobozt, ez most mi? Szerintem itt újra kell kezdenem. De először inkább ezt a checkpointot elpörgöm, és akkor utána így be tudom aktiválni ezt a TNT-t. Hát ez elég furcsa volt, de a lényeg, hogy sikerüljen, és hogy végig tudjunk menni ezen a pályán. Oké, itt tovább jutottam, itt van akkor a Tauna bonus token, és a bonus pálya 27 darab dobozzal, itt ez az első. Oké, ez felrobbanhat, mehetünk tovább. Itt pedig, ja itt van egy trükk, a trükk pedig annyi, hogy először itt végig kell menni, és utána pedig felül, pedig visszajönni. Azért kell megtenni, mert hogyha felül kiiktatjuk az egész sort, akkor lent ott maradnak majd a dobozok. Viszont így akkor itt vissza tudunk menni, és akkor utána pedig alul pedig Tauna felé tovább haladni. Így bizony, mindegyiket összetörjük, és nem hagyunk ott egyet se. Így meg lesz, ez a bounce-os segít ide nekünk, és itt van a maradék kettő, a kettő élettel 27/27. Na de még vannak itt még akadályok, kell még itt pattogni ezeken a teknéseken, viszont az árnyék az sokat segít. Jó, itt egy csúszás, rajta tartjuk az ugrás gombot, és meg is van. Hát itt a vége, az már így egész jó volt, belejöttünk, úgyhogy kész a pálya.